Hogy tudtok ti nyávogni? Hát ez elég vérszegény, vagy tejszegény. Kértek tejet, hogy erősebb legyen a hangotok, vagy mi van? Hadd már egy olyan rendes nyávogást. Hát, nem is tudom. Fiú, mentsétek meg a műsoromat. Na, egy olyan jó kandúros miáú. Hadd halljon. Mint akinek ráléptek a farkára. Hogy tudtok darombolni? Ez úgy hangzik, mint egy puffogó vipera. Köpködő vipera. Hadd halljam a te hangodat? Ez szuszogó. Először a csajokat ajándékozom meg, jó? A csajok kapnak egy elefántot, egy pandát, meg egy kutyulit, egy békát! Egy nagy tapsot kérünk a fiúknak és a lányoknak! Ugrás le cicáim gyorsan a színpadról! Aki kapja, marja műsor! Hoppá! Kapd el gyorsan! Lássuk, hogy ki az éberebb cica! Párduc, rózsaszín párduc, meg hasonló. Figyelj! Hoppá, egy lepottyant! Oda is kettő, a levegőbe egy, kettő, és a csajszínak hopp, elszülni! Vigyázz! Kész! Fújja! Gyerünk! Hölgynek kérünk egy nagy tapsot, biztatású! Gyerünk egy kicsit tapsoljuk meg, a hölgyet meg kínlódik, mint malac a jégen, nagyon jó! A hölgynél már dagad a füle is vágja kell úgy szépen, ez az nagyon jó! A hölgyek pedig kérek egy sikítás! Ez az, csak hogy lássuk, hogy gyerekműsor, én meg bepózol... De mit csinálsz? Te szívod vagy fújod? Hát ha már itt állok, és dobom, és szeditek, akkor ugye az következik, hogy felszedhetitek, amit ti dobott.